Ismét határozatképtelen volt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése a kormánypárti tagok távolmaradása miatt. Szél Bernadett, az LMP társelnöke ezért feljelenti Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis a házelnöknek kellene biztosítania a parlamenti bizottságok zavartalan működését. Jó reggelt kívánok! Sorra érkeznek a belügyi szervek és a titkosszolgálatok vezetői, valamint az ellenzéki politikusok a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésére. Néhány perc várakozást adok a kormánypárti képviselőknek, hát ha csoda történik, és megvilágosodnak, hogy nekik az a kötelességük, hogy ide eljöjjenek. A hiába való várakozás után Németh Szilárd a bizottság fideszes alelnökének helyére egy táblát tett ki Molnár Zsolt bizottsági elnök, amellyel a letelepedési kötvények körüli problémákra kívánta felhívni a figyelmet. A Jobbik képviselője ezúttal nem szólalt fel, Szél Bernadettnek viszont volt mondani valója. Nálam betelt a pohár, feljelentem Kövér Lászlót, ugyanis neki kötelesség az országgyűlés jogrendjét betartani és mindenkivel betartatni. Levelet írtam neki, közölte, hogy elszigetelt esetekről van szó, hogy a fideszesek lógnak a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről. Már azonban kiderült, hogy gyakorlatilag szabotálják az országgyűlés talán legfontosabb bizottságának a működését. A kormánypárti tagok távollétében végül határozatképtelen lett az ülés, így a meghívottak nem is válaszoltak a kérdésekre. A Fidesz frakció vezetője azonban elmondta a véleményét. Értem, hogy Szél Bernadett elkeseredett, reménytelnek látja a helyzetet, de hogy ilyen színvonaltalan, jogilag minden alapot nélkülöző hülyeségeket találjon ki valaki, és ne legyen egy tanácsadó a környékén, aki ettől visszatartja, az kifejezetten aggasztó az LMP jövőjére nézve. A bizottság fideszes alelnöke néhány órával később arra hívta fel a figyelmet, hogy a mozzáruló parlamenti ciklusban csaknem 100 alkalommal ült össze a Nemzetbiztonsági Bizottság. És csak az utolsó néhány ülésen fordult elő, a kampány finisében, hogy kampányülésé, már gyakorlatilag teljes egészében kampányülésé akarták silányítani, és ezt nem engedhettük. Van itt egy ülés, egy-két héttel ezelőtti ülés, ahol lezártuk egyébként azt az elmúlt 4 évet. Az MSZP elnöke szerint nagyon beszédes, hogy éppen azoknak a bizottságoknak a munkáját próbálja akadályozni a hatalom, amelyeknek ellenzéki elnökük van, és kényes kérdéseket feszegetnek. Az LMP-s Demeter Márta feljelenti a szolgálatokat, a rendőrséget és a bevándorlási hivatalt, amelyek szerinte folyamatosan szabotálják a képviselők tájékoztatását.